Még soha az életben nem nyírtam így füvet, hogy ilyen sávosra, bármilyen területet. Kicsit érdekes, de nem a földön kívülieknek akarok üzenni, vagy ilyesmi, hanem ez lesz az egyik napraforgó parcella. És azért már eléggé jön föl a zöld, de ugye nem úgy lesz vetve a napraforgó, hogy szántás, tárcsázás, aprítás és minden, hanem bele lesz vetve a létező vegetációba, annyira nagy bolygatást meg gépi munkákat nem akarok. De hogy mégis valamilyen módon könnyebben lehessen oda férni a talajhoz, mert ugye itt egyenként kézzel kell majd vetnem a napraforgót, szerintem most hétvégén. Ezt a parcellát el is szeretném vetni. Azért valamennyire tisztának kell lenni a terepnek, és akkor egyúttal, hogy ezeket a sávokat kitisztítottam géppel tegnap, ezek a sávok ki is jelölik a napraforgósorok helyét. Így aztán könnyű lesz, mert fogom a magot, fogok egy őzagancsot, ráállok egy sorra, és megyek, rakom, aztán a másik soron vissza, és így tovább egész addig, amíg nem végzem. Végeztem, és akkor ebből remélhetően egy nagyon szép napraforgó parcella lesz a nyár második felében, sok virággal, illattal, méhekkel, rovarokkal, ősszel pedig sok maggal a madaraknak.